Köszöntjük nézőinket januári adásunkban. Az év első hónapjában bemutatkozott Magyarországon a Renault Megane új kupéja és az ötajtós Berlin változat is. Először is engedjék meg, hogy 2009 elején Renault Ungária első ezépi sajtótájékoztató alkalmából mindenkinek nagyon boldog új évet kívánjak. És akkor nézzük is meg rögtön az autót. Kezdjük az ötajtós változattal. A főtervezési irány a sportos elegancia volt, azt hiszem a képek magukért beszélnek, amit most látunk. Nézzük meg rögtön azonban, én azt gondolom, az autó hátsó részét, hiszen az a meredeken lefelé zuhanó szoknya rész az elég sok vitát váltott ki. Ma egy gömböidet formákkal, nagyon szép ívekkel megoldott hátsó részt látunk. A háromajtós változatot én azt gondolom, nevezzük rögtön kupénak, egy teljesen eltérő formavilágú, igazán sportos, alacsonyabb feszes futóművel megoldott változatról van szó. A két változat között tulajdonképpen csak a motorháztető és az első kerékjárati ívek alkatrészei azonosak, minden más karosszérilem egymástól eltér. Külön kiemelném a jelentősen megnövelt csomagtéri méretet, amely az ötajtós változatnál 405 liter és közel 380 liter a kupé változatnál. A belső részét két szóval jellemezném, a csönd és a szépség. Amint ülünk az autóba és becsukjuk az ajtót, rögtön egy felső kategóriás autó hangszigeteltségét érezzük, amire a tervezők különösen nagy gondot fordítottak. Az 1.5-ös dízel változat mellett, amit már a Renault fogyasztók ismernek, vissza fogunk térni az 1.9-es 130 lóerős dízel motorunkkal. Ez a motor nem ilyen teljesítménnyel rendelkezett, a megnövelt teljesítmény mellett is biztosítani tudta az új fejlesztés azonban, hogy a környezetvédelmi szempontok jobban érvényesüljenek, és ennek a motornak a széndioxid kibocsátása kilométerenként lecsökkent 118 g-ra, ami igazán egyedülálló ebben a kategóriában. Áprilistól megjelenünk az 1,4 literes 130 lóerős benzin változattal, és ennek a környezetvédelmi tulajdonságai is hasonlóak lesznek a dízelmotorokéhoz, tehát Eco 2-es kivitelű lesz. A Megane 3-as változatában teljes mértékben megújult elektromos szervokormány azt eredményezi, hogy direkt lesz a vezetési élmény, amit a 2-es változatnál néhány sportosabb vezetés kedvelő újságíró kifogásolt. A Saab 2 literes turbo változata egy igazi csemege az autózás kedvelőinek. Ezt a típust mutatjuk be most önöknek. A külsőségeiben nem változott a 9.3-os. Továbbra is egy elegáns, lépcsős hátú karosszériával és jó minőségű, precízen összeszerelt belső térrel rendelkező autó. A belső tér ebben a színben, ezzel a felszereltséggel és a navigációval kiegészített bőze hangrendszerrel modernnek hat. A részletekben elveszve viszont feltűnik, hogy még a típusváltáskor bekerült kezelőszervekkel találkozhatunk. Pontosan működnek, precízek, de már kicsit ideje múltnak tűnnek. A lényeg azonban nem a beltérben, hanem a karosszéria alatt rejtezik. Ugyanis tesztalanyunk a Saab új XVD összkerék hajtásával rendelkezik. Az 1998 köbcentiméter hengerűtartalmú turbofeltöltővel megtámogatott 211 lóerős benzines motor 2500-as percenkénti főtengely fordulatnál ébredő 300 Nm-es forgatónyomatékát egy 5 fokozatú kézikapcsolású sebességváltó adja át az XVD rendszernek. Ennek lelke egy számítógép, ami az autó egyéb rendszereinek érzékelőjéből érkező, másodpercenként körülbelül 100 jelet dolgozza fel, és fordítja le utasításokra a nyomaték elosztó rendszer számára. A hátsó tengelyen helyezkedik el az elektronikus vezérlésű, korlátozottan önzáró differenciálmű, ami a kategóriában újdonság. Ez akár az egyik kerékre eső nyomaték 50%-át is átképes irányítani a másikra a hátsó tengelyen. Így ahol nagyobb a tapadás, ott van több nyomaték. Az XVD beépítése természetesen az egész futóművet érinti. Áthangolásra kerültek a lengéscsillapítók, a kormánymű is. Ezeknek köszönhetően az autó nem jön zavarba havas, nyálkás úton sem. A kényelem és biztonság oltárán viszont tankoláskor is adózunk. A fogyasztás tesztünk alatt sok városi használattal 14 liter körül alakult. A 2 literes Kairon sokaknak egy dél-koreai terepjáró, pedig gyártója a SsangYong már évek óta kínai tulajdonban van. Egyedi megjelenés és jó műszaki teljesítmény jellemzi ezt a típust, éppen ezért választották hazánkban is sok százan. A Kairon felfrissített formavilága a crossover autóépítési elvjegyében lett átrajzolva, ezzel még karakteresebbé téve a SsangYong szabadidő terepjáróját. A ráncfelvarráson átesett autóról bátran kijelenthetjük, hogy az orra esztétikusabb képzést kapott elődjénél.
Az utastérben a Ssangyongtól megszokott elemekkel találkozhatunk, a műszerfal elemei azonban szintén apró finomításokon estek át. Kezelőszerveit a pilóta könnyedén eléri, az ülésfűtése pedig nagyon hamar komfortossá teszi a téli utazást. A Chiron belterének erőssége a kiemelkedő helykínálat, ezért a második üléssorban autózóknak sem kell szoronganiuk. Ráadásul az ülések és ezzel a csomagtér variálhatósága a kategória legjobbjai közé tartozik. A gyár állításai szerint az új Chiron térkínálata kategóriájában a legnagyobb. A Ssangyong Motor Company az XDI 200 XVT és az XDI 270 dízel motorokkal dobja piacra az új Chiront. Mi ezúttal az XDI 200 XVT-vel felszerelt masinát teszteltük, melynek teljesítménye 141 lóerő, fogyasztása pedig 8,7 liter per 100 km. A főleg prémium szabadidő terepjárókon és luxusautókon alkalmazott első kettős keresztlengő karos felfüggesztés nagyban fokozza a jármű stabilitását és a kormányzás pontosságát. Az új Chiron hátsó ötlengőkaros vagy multilink felfüggesztése szintén növeli a menet kényelmet és javítja a vezethetőséget. A városban szűk helyekre való parkoláskor talán nehezebb megoldani a Chironnal a feladatot, viszont az új autó országúton vagy autópályán hatalmas biztonságérzetet ad vezetőjének. Terepjáráskor talán a kissé nagy fordulóköre okozhat némi akadályt, ám a székla vagy falmászás, illetve a sárban vagy egyéb laza talajon való közlekedéskor biztosan számíthatunk rá. Már 22 éve gyártja a Honda a Transalp motorkerékpárját. Természetesen ez alatt a hosszú idő alatt már számos fejlesztésen esett át az aszfalton és földúton is jól teljesítő kétkerekű. Aszfaltutak vagy kisebb földutak meghódítása a legújabb generációs Honda Transalp nyergében nem okozhat problémát. Varadero nevű nagy testvéréhez hasonlóan már hosszú múltra tekint vissza ez a modell. 1987-es bemutatkozása óta folyamatos tökéletesítésen esik keresztül. A kezdetekben 583 köbcentiméteres, egyre növekvő lökett térfogatú motor mára már 680 köbcentiméteresre hízott. Az 52 fokos hengerszögű V2-es vízhűtéses blokk a kulcsot elfordítva és az önindító gombját megnyomva kellemes duruzsolással ad hangot a sikeres beindulásnak. A V-motor 60 Nm-es nyomatékot ad le 5500-as percenkénti fordulatnál. A kezdetekben karburátorral szerelt motor a 6. generációs változatban már a befecskendező, más néven injektor rendszert használja, amely korszerűbb elődjénél. Jóval hatékonyabb üzemanyagfogyasztás, kevesebb károsanyag kibocsátás és közvetlenebb gázreakciók jellemzik. Az ABS dual fékrendszerrel szerelt, ami az első vagy a hátsó féket működtetve hat a másik kerék lassító berendezésére is. A 214 kg-os menetkész tömeg az első és a hátsó tengely között 101-113 kg-os arányban oszlik meg, ami nagy kiegyensúlyozottságról árulkodik. Nagyon kényelmes ülése és komfortos kormányszöge teszi a túra endúrók kiskirályává. A tank kapacitása 17,5 liter, amelyből 3,5 liter a tartalék. A Honda számos kiegészítőt kínál ehhez a motorjához is, úgy mint a markolat, fűtés, navigáció, dobozszett. A Toyota már a tavalyi évben bemutatta sikeres középkategóriás változatának, az Avensisnek a legújabb változatát, mely idén januárban Magyarországra is megérkezett. Az első legnagyobb változás a karosszériát érintette. Az A-oszlopokat 11 cm-rel előre húzta a tervező, a C-oszlopot az pedig 5 cm-vel hátra. Ezzel megnőtt a beltér, javult a biztonság, illetve a menetkomfort. Ennek az az oka, hogy az első futóművet azt egy nagy szilárdságú helyre tudták bekötni. A másik változás az a padlólemezt érintette. Teljesen sík a padlólemez, nincsen kardán alagút benne, a hátul kényelmesebben tudnak ülni, és nagyon biztonságos lett az autó. Elvárjuk azt, hogy 5 csillagos legyen a töréstesztje. Teljesen új Valvmatic benzinmotorok kerültek az új Avensisbe. Különlegessége az új benzinmotor családnak, hogy rendkívül alacsony a széndioxid kibocsátása. Az 1.6-os 132 lóerős benzines széndioxid kibocsátása 152 g kilométerenként. Ez a középkategóriájú autóknál a legjobb érték.
Ugyanez jellemzi az 1.8-as Valvmatic motort is, ez is egy új benzinmotor, 147 lóerős, a széndioxid kibocsátása 154 gram kilométerenként, egy mindegyik 6 fokozatú kéziváltóval érkezik. Új az automataváltó, ez egy 7 fokozatú CVT automataváltó, folyamatosan tudja változtatni az áttételeket, illetve folyamatosan tud kapcsolni átmenet nélkül, hogyha automata funkcióban van. Kézi szekvenciális kapcsolásnál pedig 7 fokozatban lehet állítani az áttételeket. Új audio berendezés van az autóban, ami egy két tuneres egység. Az egyik tuner folyamatosan keresi a rádióadókat, ezzel javítva a vételt. Minőségi anyagok vannak az új Avensisben, egy Takesumi Fantázia nevű új középkonzol dizájnt használunk. Ez a bambusznádból készített faszénnek a mintázatát használja. A Citroën Sport Chic 1.4-es HD-i változata a klasszikus Citroën hagyományok folytatója. A belső utastér világa teljesen eltér azoktól a típusoktól, amelyeket ebben a kategóriában megszoktunk. A Citroën városi fenegyereke a C2 sportos, négyüléses kisautó, amely egyedi formájával és színes, hangulatos belső terével első látásra is hódít, átalakíthatósága pedig verhetetlen. A megújult C2 az elmúlt év augusztusában jelent meg. A Sport Chic limitált szériája még dinamikusabb, dögösebb és szemrevalóbb külsőt ad a márka kisautójának. A 16 colos mutatós alufelnik, a bőrkárpit, a krómozott elemekkel díszített műszerfal elegáns, mégis fiatalos és azokhoz szól, akik a mennyiség helyett a minőséget választják. A kényeztetés, automata klíma, hűtött kesztyűtartó, kormányról vezérelhető MP3 CD rádió, ülésfűtés minden C2 Sport Chic tulajdonosának jár. A vezetést sebességfüggő szervókormány, automata ablaktörlő, világításkapcsolás és külső tükrök teszik gondtalanná. 70 lóerős, 1,4 literes HDI motorjával keveset fogyaszt és keveset is szennyez. A két hátsó ülését előre-hátra csúsztathatjuk, össze is csukhatjuk, így a csomagtér befogadó képessége rugalmasan alakítható. A praktikusan két irányban nyíló csomagtartó ajtó megkönnyíti a ki, illetve bepakolást, de rá is ülhetünk, amíg edzőcipőt cserélünk. A C2 biztonsága és menet tulajdonságai a Citroën nagy sikerű alsó kategóriás modelljeitől már ismerősek. A sportmezes C1 Fandango és a többféle szabadidő autóvá is átalakítható C3 Pluriel testvéreként a háromajtós C2 erőteljes stílusával és sportos lendületességével egészíti ki a Citroën alsó kategóriás kínálatát, amivel a gyár hagyományosan egyedi autóit továbbra is üdvözölhetjük a már túlzsúfolt, olykor egyhangú közlekedésünkben. A Volkswagen Passat 2008 nyarán mutatta be új változatát, a Comfort Coupé-t, amely új színfolt volt a karosszériák világában. A dizájnos megjelenés mellett azonban a 2 literes 140 lóerős motor a hagyományos Passat teljesítmény nyújtja. A Passat CC az első meglepetést akkor okozza az embernek, amikor megpillantja. Ugyanis nincs rajta nyitható keménytető, ráadásul nem is 2+2 üléses. Az autó ugyanis egy remek, tetszető sportlimuzin. A Passat CC-ben minden benne van, amit szeretni lehet, és minden, amit korábban hiányoltunk belőle. A CC a normál Passattól leginkább megjelenésében tér el. Az autó külseje sportosságot és egyben eleganciát tükröz. Érdekesség, hogy az oldalsó ajtóablakok keret nélkül simulnak a karosszériába. A belterében a mindössze 4 ülés ad okot némi csodálkozásra. A hátsó két ülés fotelként szolgálja az utazást, és ezzel is erősíti az autó limuzin mi voltát. Mivel valamennyi műszaki eleme megegyezik a Passatéval, ezért a CC-t is hasonló élmény vezetni. Stábunk a DSG váltóval szerelt, 2 literes CR-TDI-t tesztelte. Amint egy másfél tonnás, 170 lovas kicsikének, 6,4 liternyi üzemanyagra van szüksége, míg a mostanság jelentős hangsúlyt kapó széndioxid kibocsátása 159 g per kilométer. Az Audi A3-as 2 literes dízel kabriója a tavalyi nyár egyik legkellemesebb meglepetése volt. Mind megjelenésében, mind műszaki paramétereiben híven követi a márka hagyományait.
Az Audi A3 kabrioléval először az autó győri világpremiérjén találkozhattunk, miután ugye ez a gép is hazánkban készül. A csodagép hazai bemutatójáról már korábban beszámoltunk nézőinknek. Az Audi kabriolék kizárólag a ma már klasszikusnak mondható vászontetővel készülnek. A ponyva súlya csekély és kitűnő az illeszkedése. A hidraulika mindössze 9 másodperc alatt nyitja és zárja a csukott állapotban kevés helyet foglaló tetőt. Különlegessége, hogy az alap két rétegű mellett egy 3 rétegű akusztikus tető is választható. Ez jobban szigetel, automatikusan végzi a reteszelést, sőt 30 km/h sebességig is működik. Az Audinál aerodinamikailag is nagyot alkottak, ugyanis nyitott tetővel meglepően szélvédett az első üléssor. Hátul persze már nem ennyire jó a helyzet, viszont mindenképpen ki kell emelni, hogy a kategóriához képest feltűnően jó a hátsó két ülés, és még valami lábtérrel is lehet számolni. A kabrioléknál sajnos kompromisszumokat kell kötnünk, és bizony gyakran az autó merevsége van feláldozva a napfényfürdő oltárán. Nos, az A3-as erre durván rácáfol, ugyanis egy nagyon merev gépjárművel ismerkedhettünk meg. A kormányzás is sokkal pontosabb, a stabilitás érzet nagyon jó. Ebben azért persze a tesztautóhoz rendelt S-Line sportcsomag is szerepet játszott. A 2 literes, 140 lóerős motornak és a 6 gangos váltónak köszönhetően igazi élményautózásban volt részünk. A teszten mért 7,3 literes fogyasztás pedig egyáltalán nem mondható soknak. A Suzuki egyik vezető munkatársával arról beszélgettünk, hogy milyen volt a tavalyi év és mi várható idén a Suzuki Magyarország motoros házatáján. Tartottuk a piaci pozíciónkat, ez mindenképpen jó hír, ugyanakkor meg a piac sokat esett vissza, és ez minket is érintett, veszteségeket okozott nekünk is effektív darabszám eladásokban. Igyekszik a gyár minden kategóriából gyártani olyan típust, ami nagy érdeklődésre tart számot. Ez a több lábon állás egyébként az, ami tulajdonképpen segíti a Suzuki-t a piacon való pozíciótartásban, illetve hát ugye az első helyben. Új típusok szám szerint most 4 lesz, az egyik a Gladius, ez teljesen új modell, nevezük trendinek. A mai világban, ahol egyre fontosabb az, hogy ne csak jó minőségű legyen a motor, és ne csak jó motorozható legyen, hanem igenis most már a vevők nagyon odafigyelnek arra, hogy egy dizájnos külső és egy egyedi külső legyen, ez a motor abszolút megfelel ennek. Amit legszívesebben elsőként említettem volna, mert szívem csücske ez a GSX-R 1000-es, ebből is új modellel büszkélkedik idén a Suzuki. Műszakilag teljesen új átdolgozott blokkot kapott, most a részletekben nyilván nem mennék bele, tehát rengeteg apróságot változtatott meg, ami összességében viszont nagyon komoly műszaki fejlődést jelentett magánál a motornál. A Bandit is megújult arculatában, műszakilag apró változtatások történtek, fejdomba épített oldalzseb, más műszerfal, illetve első lámpa például az, amiket én így kiemelnék, hogy említésre méltók, és a negyedik az pedig az 1005-ös chopperünk, ami hiánypótló olyan szempontból, hogy ugye a 800-asok és az 1800-asok közé került be most ez a modell. Ízlés dolga, de én azt gondolom nagyon szép. Az Alfa család legújabb tagját, az 1,4 literes, 155 lóerős Mitót próbáltuk ki az elmúlt év utolsó napjaiban. Tesztútra vittük a legkisebb Alfát, a Mitót. Mint a mesében a legkisebb királyfinál, itt is tombol a bizonyítási vágy. Ő akar lenni a legjobb, legerősebb. 1,4 literes motorjából ki sem néznénk, hogy 155 lóerő leadására képes 5500 fordulat per percnél. A maximális nyomatékát 230 Nm-t 3000-es fordulatnál adja le. Ez a teljesítmény éppen elég az 1145 kg-os jármű igen sportos mozgatásához, ami 215 km/h végsebességben jelenik meg, és normál körülmények között 6,7 és 9 liter között fogyaszt. Egy háromállású kapcsoló segítségével beállíthatjuk a vezetési stílusunknak megfelelő dinamikát. Normál, dinamikus és all-weather módban. Az első kettő értelemszerű, a harmadik csúszós úton visszafogottabb vezethetőséget eredményez. Sajnos a gép gyakran felülbírálja gyorsulási vágyainkat. Normál, száraz úton viszont igazi városi vagány, kiváló vezetési élménnyel és nem utolsó sorban elismerő pillantásoktól kísérve.
ami nem csoda, hiszen nagyon szépre sikerült darab. Határozott, markáns orrrész, sportosságos sugárzó ívek az oldalán, és csinosan gömbölyű falrész. Az autó belseje sem okozott csalódást, kényelmes és mély sportülések, látványos műszerek, igazi alfás hangulat fogad bennünket. Az olaszos gyermekbetegségeket lassan elfelejthetjük, kivételesen semmi sem lötyögött az autóban, és a kárpit is első osztályú. Csomagtere pedig 270 liter. A Mercedes C-osztályának 220-as típusa olyan családi kombi, amely maximális terhelés mellett is teljes utazási kényelmet biztosít a bennülőknek. Emellett az sem elhanyagolható körülmény, hogy az országúti fogyasztás 6 liter alatt marad. Szerkesztőségünknek ezúttal az új Mercedes C-osztály 2,2 literes, dízelmotorral szerelt, Avantgarde felszereltségű kombiát volt lehetősége kipróbálni. Az autó felé közeledve rögtön szembetűnik a hűtőmaszkon fellelhető hatalmas csillag, ami csak az Avantgarde és az AMG felszereltség sajátja. A kombi 4,5 méter hosszú, 1,7 méter széles, ami impozáns megjelenést biztosít a közepes Stuttgartinak. Az autó vonalai nagyon elegánsak. A csomagtere a hátsó ülések ledöntésével tovább növelhető. Az utastérben helyet foglalva egy szemmel láthatóan precízen megtervezett, összeszerelt autóban foglalunk helyet. A vezetési pozíciót a magasságban és tengely irányban egyaránt állítható kormánykeréknek, valamint az elektromos motorokkal magasságban is állítható vezetőülésnek köszönhetően nagyon könnyű megtalálni. Érdekesség, hogy az ülést az autó hosszában csak mechanikusan tudjuk mozgatni. További érdekessége tesztalanyunknak a motorosan mozgatható csomagtérajtó. Ez az utastérből egy gombbal vagy a kulccsal egybeépített távirányítóról működtethető. Természetesen becsukni is gombbal lehet, ez az ajtó alsó élén található. Amikor elfordítjuk a kulcsot, életre kell a 2200 köbcentis dízel is. Az 5 fokozatú automata váltón keresztül adja le 400 Nm maximális nyomatékát, ami 2000-es percenkénti fordulatszámnál jelenik meg. Ez, valamint a 170 lóerő teljesítmény több mint elegendő az 1630 kg-os ösztömegű autó mozgatásához és a tempós haladáshoz is, de a sebességváltó jó fokozat leosztásának köszönhetően a városi cirkálásban is megállja a helyét. A fogyasztása 9,5 liter körül alakul vegyes forgalomban. A felszereltséghez tartozik a pakolás segítő rendszer, ami ledek sorozatos felvillanásával és hangos csipogással is jelzi az autó környezetében fellelhető tárgyakat. Az Avantgarde felszereltség a márkajelzés elhelyezésén kívül még a díszlécek színében, a középső oszlop borításában, a kerekekben, illetve a kötfényszóró karimájának színében megkülönböztethető a többitől. A digitális klíma, az ABS, az ISOFIX gyerekülés rögzítési pontok az alapfelszereltség részei. Az autó elegáns megjelenése, bőséges extra felszereléseinek listája bőven kárpótol minket a válban kicsit szűkös helyért. A barátságos fogyasztás és a 9,5 milliós alapár vonzóvá teszi a finom anyagokból jó összeszerelésre készült középkategóriás kombit. A Peugeot 308 SV változata egy igazi családi egyterű. A gyár folytatja azt a hagyományt, amelyet a 208-assal indított. Stábunk az 1,6 literes, 110 lóerős változatot tesztelhette. Egy igazi újítással rukkolt elő a Peugeot. Egy teljesen átlagos kombit 7 üléssel kínál, amivel a több gyermekes családok tetszését szeretné elnyerni. Az autó eleje nagyon szépen sikerült, szinte vonza a tekinteteket. Oldalról is formás darab, de valószínűleg lejárt a mérnökök munkaideje, mire a hátulját megrajzolták, mert nem illik sehogyan sem az autó karakteréhez. A műszerfal egyszerű, jól átlátható, nincsen feleslegesen túlbonyolítva. Ülései kimondottan kényelmesek, akár egy 160 cm-es hölgy, akár egy 190 cm magas megtermett úriember is vezetheti. A hátsó ülések nagy variálhatósága sokat segít, bármilyen árut szeretnénk szállítani bele. A két darab pótülés egy mozdulattal eltávolítható, ha nagyobb helyre van szükség. A belső tér csodálatos kialakítását emeli a közel 1,7 négyzetméteres üvegtető. Tesztautónk egy 110 lóerős, 1,6 literes dízelmotort kapott, 6 fokozatú kéziváltóval. Ez meglehetősen fürgén mozgatja autópályán és városi körülmények között is.
Első, amit elindulás után észreveszünk, hogy alig hallani a motort. Benzineseket is megszégyenítően csendes. A fogyasztására sem lehet panasz, 5 és 7,5 liter között autózhatunk attól függően, hogy mennyire sietünk. Összefoglalva, a vonzó külsőhöz igyekeztek a franciák igényes és minőségi belső teret kialakítani. Egy biztos, könnyű megszeretni ezt az autót. Önök az Irányjelző Közlekedési Magazin januári adását látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak, találkozunk egy hónap múlva. Viszontlátásra! ATC Chip Tuning. Motoroptimalizálás felső fokon. A piacvezető Suzuki bemutatja az év első akcióját. 20,9% árkedvezmény. Swift. SX4. Splash. Az akció már a kereskedésekben. Suzuki. 12 éve az eladási listák élén. Ez a Verda.